Na köszöntök mindenkit, én Gergő vagyok, és hát gondoltam, hogy elkezdek újra egy videó sorozatot gyakorlatilag az Outlast című horrorjátékkal. Igen, hát egyszer már volt róla egy sorozat, sajnálatos módon a mentés elveszett. Most már intelligensebb leszek, a külső vinyóra fogom nyomni a mentéseket. Hát igen, már majdnem fél éve volt, hogy elkezdtük ezt a sorozatot. Semmire nem emlékszem belőle, szó szerint semmire, gyerekek. Szóval, hát megint minden új lesz. Jó, az elejére emlékszem, hogy itt mentünk a terepjáróval, meg minden valami elmegyógy intézetszerűséghez. És hát igen, ennyi ragadt meg. Meg ugye, hogy volt egy kameránk, és egy Billy nevű szellem szabadult ki ebben az elmegyógy intézetben, és kísért mindenkit. Úgyhogy semmi nem ragadt meg, tényleg szó szerint. Igen, hát be is megyünk ebbe a gyönyörűségbe. Marha jól néz ki. Teljesen békés hely, korrekt. Szöges drót minden. Igen, beállunk a terepjáróval. Jó. Hát a valóságban én ide be nem állnék, most húznék el a francba, na jól van. Semmi gond. Igen, fölvesszük a kameránkat, remek. De előtte a dokumentumot, amit most nem fogunk végigolvasni, hanem eltesszük szépen. Igen, jön a kamera és az ellemek. Betesszük szépen. És... igen. Hát itt van ugye vele egy ilyen tesztlátás. Igen, lehet vele zoomolni. És van ilyen látómód. Kettő elemünk van alapból. Hát próbáljunk meg takarékoskodni, mivel azért szükségünk van az ilyen látásra ebben a játékban, ahogy emlékszem. Na. Hát igen, végre irányíthatjuk magunkat. Vágjunk is bele. Mi van ebbe a portás fülkében? Először is azt kéne megnéznünk. Semmi! Remek! Nincs benne semmi! Csak ilyen gyönyörű rajzok. Hát akkor itt odébb is állunk. A hack kontrollal tudunk lehajolni. Shift-tel pedig elvileg futni. De valamiért nem reagál rá. Aha. Jobb klikkel nyitjuk az ajtót. Vagy ennyi a futás? Hát az ide nem valami szerencsés, ha ennyi a futás. Igen, na ezekre végképp nem emlékszem, hogy ilyen szép kis katonai verdák álltak itt. Próbáljuk meg a főbejáratot. Természetesen zárva. Na jó. Akkor valamilyen másik beutat kéne keresnünk. Aha. Gondolom le kell hajolni. Igen, le kell hajolni. És ha jól emlékszem, akkor itt tudtunk bemenni. Na. És nem! És ez is zárva van. Hát remek. Jó, ugrani azért tudunk normálisan. Tökéletes. Ja, gondolom akkor valahogy így volt, hogy föl kell mászni ezeken a cuccokon, és akkor tudunk bejutni. Gondolom én. Hát minek lennének egyébként itt ezek a cuccok? Aha. Majdnem leestünk, de mégsem. Tökéletes. Tiszta Assassin's Creed. Jó, lenessünk. Fú, basszus, már parázok. Pedig még semmi nem történt. Ha? Vajon mennyire hallatszom így? És mennyire hallatszik a játék? Próbáljuk meg alapból így, hát ha. Aha, talán kicsit túl hangos, de egyébként nem félnék annyira. Aha! És nincsen lámpa! És nincsen lámpa! Na jó. Igen. Itt nem nagyon van semmilyen cucc, ahogy elnézem. Dokumentum ellen semmi. És ugye itt van a kiárat. Tökéletes. Aha. Mi volt ez a hang? Na jó. Hát végképp nem emlékszem semmire. Ez para lesz így. Aha. TV-be szokás szerint jó tudok beszélni, nincsen adás. Aha. Jó, hát itt valaki nagyon eltorlaszolta a folyosót. Ahogy látom, kevés sikerrel. Na jó, akkor itt gondolom át tudunk karaszolni. Igen, át tudunk karaszolni. Tökéletes, menjünk Gergő. És... akkor itt van valamilyen cucc. Igen, egy ellem. Tökéletes. Dokumentumot nem találunk, de nem is nagyon van rá szükség, mivel angol nyelvű a játék. Ugye...
Aha, ide szintén be tudunk menni, itt egy dokumentum. Kár, hogy nincsen magyarosítás a játékhoz, azt mondom. Az azért elég menő lenne, hogyha végig tudnánk olvasni. Na jó! Hát tökéletes, ide valaki be is zárkózott. Remek! Ezt az ajtót inkább becsapom, amondó vagyok, mielőtt valamilyen szörny ránk veti magát. Valaki itt nagyon ideges, hogy hallom. Aha, és itt egy ellem. Hány ellemünk van? 4! Tökéletes! Az az 5, mivel... bent van egy ellem. Tehát akkor van majdnem 5 ellemünk. Tökéletes, ide föl tudunk menni, igen. Mi van erre? Most... Várjunk, most van itt más is az előzőben? Vagy mi ez? Mert valami nagyon olyan hang van itt. Gyerekek, én parázok! Jézusom, mi vagy te? Na jó, zoom. Nem láttam az arcát. Ajaj. Jó, itt mi van? Semmi, remek, addig jó. Vessük le magunkat, tökéletes. Aha, aha. Ugye erre el tudunk menni, de hogy tudunk, miért is tudnánk elmenni, na jó. Tudom, hogy elém fog valami ugrani, előre érzem. Fú, na jó. Nincs itt semmi, nincs itt semmi, nincs itt semmi. Azt a jó élet! Mégiscsak van valami, te jó ég! Egy fellógatott véres fej nélküli hulla? Az igen! Azt már nevezem! Sőt, nem is egy! Tele van vele a hely! Na jó, jó lesz így a játék! Érzem előre! Ajaj! Te ki vagy? Ú, basszus, és ez még él! Na jó! És még él? Hát téged kicsit szétmarcangoltak, barátom, ahogy elnézem. Na jó! Megyünk erre vissza a könyvekhez! Még egy hulla... Úristen, mi van itt, gyerekek? Hú-hú. Egy melkas? Itt van a széken egy melkas? Az igen! Na jó, menjünk innen, ez egy nagyon beteg hely, ahogy elnézem. Van itt valami? Ellen bármi nincsen. Jó, jobb is. Mi az ott, te jó ég? Ott van még? Hát nem is tudom, hogy hova tudnánk menni, gyerekek. Ez nagyon para. Én ennek az emberkének a helyében már rég kimentem volna a fenébe. Már a kívülről megnézem a katonai kocsikat, akkor nem merek ide bemenni, na jó. Aha, itt tudunk lopakodni. Tökéletes. Az adagadt az erre ment, azt hiszem, torlaszon nem tudott ugye átmenni. Aha. Menjünk erre? Próbálkozzunk be vele. Hát, igen, itt zsák utca van, ahogy látom. Kivéve ez az ajtó. Jó. Aha. Ez a WC. Amiből kilóg egy kéz. Hát ez remek. Teljesen korrekt. Békés. Na jó. Talán. Aha, itt nincs semmi. El van torlaszolva, jobb is úgy. Na jó. Akkor... Aha, itt minden el van torlaszolva, ezt kivéve, szóval... Semmi a láthatáron. Sprintelünk át izomból ezen a cuccon. Aha. Mi a... Tosz! Fúj, de ronda vagy, barátom! Hát ez szépen levágott minket. Valaki jön. Valamilyen szép, jó fej emberke. Hát gyönyörű fejed van neked. Szépséges vagy? Na jó. Hát oké. Reméljük jó hamar el is megy innen. Atya úristen. Na jó. Hát oké, gyönyörű voltál. És most elment? Most elment? Ott egy hulla, ahogy elnézem. Hát igen, eléggé megütöttük magunkat. Kamera? Megvan a kamera is? Aha, megvan a kamera. Tökéletes. Hát itt jó sok bél van. Úgy látom. Hát oké. Teljesen jó. Biztos, hogy nekünk így kéne mennünk? Na jó. Gyerekek. Sprint. Aha, ellen sehol? Sehol. Legalábbis ezen a részen. Aha, világítsunk ide. És egy dokumentum, tökéletes. Teljesen jó.
Mondjuk végigolvasni azt már nem fogjuk, de legalább van egy új dokumentumunk. Na jó. Pickhold QE. Aha. Hogy így kibírunk hajolni az ajtó mögül, gondolom én. Próbáljuk csak ki. Ha? Q-val és L-vel tudunk ide-oda hajolgatni. Tökéletes. Na jó. Hát ezt videóra kell vennem, már bocsássatok meg. Ezt feltesszük a YouTube-ra, hogy milyen szép emberek vannak itt. Ohohoho! Na jó. Hát te egy kicsit sokban vagy, barátom. Neked nincsen fogsorod? Vagy csak fogsorod van? Igen, egy kis idegrángásod van, barátom. Atya úristen, is hiányzik az óra, na jó. Megyünk innen, itt egy felborított kaktusz, vagy mi ez. És itt egy pár jó arc, srác. Aha. Itt jelzi is a játék, hogy kamerázunk. Te jó ég, milyen emberek, te vagy még itt a legnormálisabb. Neked minden végtagod épp, csak ilyen bilincsek vannak rajtad, meg ilyenek. De te, barátom. Hát te nagyon brutálisan nézel ki. Hú-hú-hú. El kéne menned kozmetikushoz. Kilátszik az agyat, te jó ég, és milyen csonkok ezek itt. Na jól van, gyerekek, te már összekuporodtál, jobb is így ilyen lábakkal. Hát szia. Na jó, igen, egy véres tévé. Nincs is jobb, mint ezt az adást nézni a tévében. Tökéletes. Teljesen szórakoztató. Na jó. Aha, itt nem férünk ki, de le tudunk így hajolni, és akkor át tudunk menni ezen a cuccon. Aha. Teljesen korrekt. Dokumentum, vagy valami? Semmi? Hát jól van. Atya úristen, neked fejed legalább van? Van ilyen luxus? Ó, van fejed, gyönyörű vagy. Egy kicsit véres, de hát majd raktapasszal megoldjuk. És itt van egy kártya, amivel tovább tudunk menni. Tökéletes. Hú, bakker, te jó ég. Mi ez? Egy tábla? Aha, ez egy tábla. Tökéletes. Na jó. Ez gondolom zárva van. Szokás szerint igen, zárva van. Talán még jobb is így nekünk. Kevésbé jön ránk a frász. Jó, jó, jó. Nyugi, nekem nincs bajom veletek. Nyugodtan nézzétek ezt a jó kis filmet, bár én a helyetekben inkább Dóra a felfedezőt néznék, de ez is tökéletes. Aha, le tudunk... Be tudunk menni a kemencébe. Tökéletes. Aha, fel is tudunk nézni. Mondjuk nincs sok cucc fenn, de oké. Jól van, gyerekek. Aha, még tök sok elemünk van egyébként. Ezt be is zárjuk szépen. És akkor megyünk tovább. Dóra! Jézusom, ránk ment ez a fogsor nélküli tolószékes csávesz. Jó, mozgatom, nyugi, 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 nyugi! Ne! És beleharapott a szívünkbe. Te jó ég, de hát mozgattam az egérkúzort. Mi ez? Atya úristen. Na jó, gyerekek. Hát igen, innen kezdünk. Most már legalább tudjuk, hogy mi fog történni. És akkor mozgatni kell az egérkúzort, vagy mit. Ja. Jól van. Ezt átugorjuk, mert nem lehet átugrani, de rossz. Hát akkor csak sprintelünk át. És akkor most szépen egyenletesen próbáljuk meg, mert az előbb rángattam, mint az állat. Próbáljuk meg most. Igen, 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 ránk ugrasz, most már meg se ijede. Jól van, gyerekek, rángatjuk, 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 jó, 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 jó. És lerúgjuk a francba. Tökéletes. Azaz, maradj is ott, ha, szétvakúzlak. Igen, igen, ott maradsz. Jó, 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 jó. Igen, jobb is, ha ott maradsz. Tökéletes. Nem lehet belerúgni? Dehogy lehet belerúgni, annyira nem luxus. Na jó. Akkor lett egy ilyen kulcskártyánk, vagy mi? Aha, itt ki kell nézni, gondolom, hogyha már így jelzi a játék. Jó, ott egy hulla. De egyébként más ilyen durva cuccot annyira nem látok, várjunk? De menő, itt tudunk oldalra nézni. Na, ez menő. Jól van. Aha. Hát ennek van pár végtagtörése, nem is gond. Mindenkinek van végtagtörése. Aha. Hát igen, neked, ahogy elnézem, kicsikét eltört a gerinced, na nem is gond. Jó lesz, így becsukom, hogy el tudjál itt filózni nekem. Szia. Jobb is, ha itt maradsz. Aha. Lift. Talán a lift kártya ez a cucc? Nem, nem a lift kártya, jól van. Miért is ne? Itt valami nagyon durván kiverte az ajtót.
Itt egy adóvevő fel tudjuk szedni, nem viszont az elemet belőle azt igen, ami jól is jön. Aha, ki tudunk nézni az ablakon is, tökéletes. Mondjuk sokat nem látni, de nem baj, legalább megvan ez az esztétikus látványi nekünk. Oké, okay. Becsukni az ajtót nem fogjuk tudni, igen, itt éjjellátásra van szükségünk, hát nem érünk vele sokat. Mivel ez egy zsákutca. Na jól van, akkor megyünk el erre. Szintén éjjellátás bekapcsol, WC. Aha. Itt is egy ilyen gyönyörű szép véres béldarabok vannak. Teljesen hétköznapi. Jól van, gyerekek. Erre inkább nem mondok semmit sem. Menjünk tovább, az a lényeg. Aha. Ja, igen, igen, itt már voltunk. Úgyhogy vissza nem megyünk. Jó? Korrekt. Arra a részre valamennyire emlékszem. Ó, mi a tosz? Ajaj. Nem szerencse, nem szerencse. Aha, és ide jó a kulcskártyánk. Tökéletes. Akkor ezt be is zárjuk, mint az állat. Igen, 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 tökéletes. Itt vagyunk a biztonsági rendszernél, de én parázok. Nem lehet valahogy ezt odatolni, mondjuk ezt a kaktuszt, vagy ezt a hullát, vagy bármilyen cuccot. Igen, és erre viszont emlékszem, hogy a szekrényekbe itt el lehetett bújni. Teljesen oké. Okay. Szuper felirat. Biztató. Ha ide le kell ülni szépen, és akkor kockulni. Nézegethetjük a biztonsági rendszer, de... Ha? Jó, most itt feltöri a biztonsági rendszert nekünk, vagy nem tudom. Igen, gyönyörű szép keresztes pólóban jön a faszikem. És... És lekapcsolja az áramot. Na, ez így annyira nem menő. Aha, ez így annyira nem menő. Gyerekek. És valami dagadt állatnak hangját hallom. Igen, itt rémlik valami, hogy mit kellett. De 100%-ig rémlik. Ú, igen, igen, igen! Jött az a dagadt Góliát ide be. Na jó. A hihetetlen Hulk. Igen, hát kamerázzuk, de... Rettenetesen szép vagy. Na jó. Oké. Hát ez így teljesen korrekt. Szerintem ennyi volt az Outlast-nak az első része. Elmentjük külső vinyóra, hogy véletlenül sem vesszen el, mint a múltkor. Úgyhogy így végig fogjuk tudni vinni a sorozatot. De én kikészültem már. Nem tudom, mennyit játszottam, 10 perc vagy fél óra, de ez nagyon durva játék. Szóval, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, és... Sziasztok!